1456. augusztusa után az Oszmán Birodalom sok ideig nem indított a szultáni fősereggel támadást Magyarország ellen. Ettől függetlenül a különböző szandzsákbékek előszeretettel portyáztak a Magyar Királyság területén, legtöbbször élelem és zsákmány szerzés céljából. Ezen portyáktól Magyarországot nem tudta megvédeni semmi, még a Zsigmond által kiépített, majd a Mátyás által megkettőzött végvári vonal sem, így Magyarország folyamatosan ki volt téve a török portyázóknak. 1479. január 25-én Konstantinápolyban aláírták a török-velencei békeszerződést, így az Oszmán Birodalom 16 évnyi Velencével folyó háborúskodás után a Magyar Királyság ellen fordulhatott. Ennek megfelelően 1479 kora tavaszán már jelentős mozgolódások zajlottak Erdélytől keletre, Havasalföldön. Ez a veszély áprilisban még időlegesen elmúlt, de júniusban újabb nagysereg készülődött a román fejedelemségek területén. Maga a támadás ugyanakkor csak októberben indult meg Iszabék vezetésével. Az előre nyomuló török hadsereg csatlakozásra kényszerítette Baszarab havasalföldi vajdát is, ezáltal a török hadsereg létszáma körülbelül 15 ezer főre duzzadt. Ezt követően beléptek Magyarország területére. A török had itt tartózkodása során rengeteg foglyot, kincset és élelmiszert rabolt össze, mivel Bátor István a korábbi hadjáratok tapasztalatai alapján nem állta egyből útját a török seregnek. Az erdélyi vajda így a környékbeli parasztoknak megparancsolta, hogy húzódjanak az erdőkbe vagy hegyekbe, és vágják be maguk mögött az átjárókat, utakat. Eközben Bátori sűrűn küldözte futárait társához, Kinizsihez, jelentette, hogy a török Erdélynek fordult, s ő már is elindította táborát, hogy útját bevágja. Jó lenne, ha Kinizsi hátulról követné az ellenséget. Az erdélyi vajda Kinizsivel együtt segítségül hívta még Vuk Brankovics szerb despotát és a Jakics testvéreket is. Október 13-án az oszmán had már visszavonuló félben lehetett, eljött át a tökéletes alkalom a támadásra. A magyar sereg centrumát Bátori vezérelte, még a jobb oldalán Kinizsi, a bal oldalon pedig valószínűleg a szerb despota állt. Velük szemben a török bal szárnyat Ali, a centrumot Isza, a jobb szárnyat pedig Báli bég vezette. A küzdelem egy igencsak érdekes jelenettel kezdődött. Egy török lovas odavágtatott Kinizsi elé, majd felé köpött. Aztán ugyanezt megtette Bátori és Brankovics előtt is. A szászok előtt is hasonlóképpen akart cselekedni, azonban egy szász vitéz már nem tudván tűrni ezt a tiszteletlenséget, üldözőbe vette, majd megölt ezt az egyébként igen gazdag oszmánt. A török harcos levágott fejét a már említett szász katona a magasba emelte, majd mindkét oldal támadásba lendült. A centrumban Bátori István és Iszabék csapatai között nagyon heves harc bontakozott ki. Olyannyira, hogy Bátori is leesett a lováról. Ennek következtében még nagyobb zavar támadt. Az erdélyi hadak futásnak is eredtek. Erre a törökök által Nócs Antalnak nevezett vitéz kimenekítette Bátorit a törökök gyűrűjéből. Ezzel szinte egy időben a magyarok szerencséjére Báli bék futásnak eredt, ott hagyva még harcoló csapatait. A csata ezzel el is dőlt, hiszen Kinizsiék így hátba vagy oldalba támadhatták a centrumban harcoló, már-már győzelemre álló oszmán csapatokat. A török sereg mindennek ellenére bátran kitartott. Az ellenállás csak Iszabék megsebesülésével szűnt meg. Emiatt az oszmán-török lovasok vadmenekülésbe kezdtek, és Malkocs Oglu Báli bég akincsiait is magukkal rántották. Negyedik Baszarab néhány egysége tartott ki a legtovább. Ezen csapatok nagy részét végül sikerült megsemmisíteni. Később egy csatakiáltás jelezte, hogy a keresztényeké a győzelem. Ezután mészárlás kezdődött, és akit a magyar lovasok elértek, azokat vagy levágták, vagy fogságba vetették.
A veszteségek török oldalon körülbelül 6000, magyar oldalon pedig 3000 főt tettek ki. Az ütközet után a magyar sereg az ellenség táborából kiszabadított foglyokkal együtt győzelmi tort ült. Bonfini így ír erről. A vezérek és a daliák dicsőségét szabálytalan, rögtönzött versben énekelték meg. Később, hogy Bánhusz nekitüzesedett, haditáncot jártak. Miközben még fegyveresen ropták a harci táncot, a tömeg messzehangzó ordibálásra mindent betöltött, aztán, mert az általános vígság jeleként mindvalahány vitéz hadonászással, testmozgással igyekezett a többit megröhögtetni, Pát is táncba vitték. Ő pedig a kör közepére úgy szökött ki, hogy egy földön elnyúlt ellenséges hullát a keze segítsége nélkül fogával felragadott a derekánál, és a nézőknek inkább megdöbbenésére, mint mulatságára szaporán körbejárt, és önmagához, mint valami Herkuleshez méltó táncot mutatott be. Ez az éj a tomboló vigasságban álmatlanul telt el.